A mai órán folytatjuk a projektünket. Az előző órákon már nagyon szép prezentációkat láttunk, a csoportok bemutatták a munkájukat. Folytatjuk azzal, hogy hatja át az életünket, a geometria, a hétköznapi életünket, méghozzá a közlekedést. Az egyik csoportunk ugye a közlekedésben kutatta azt, hogy hol jelenik meg a geometria, hogyan alkalmazzuk a geometriában tanult ismereteket, úgyhogy az óra első részében nézzük meg az ő bemutatójukat. A projektünk címe Háromszögek a matematikában és azon túl. És hát a célja az volt a projektnek, hogy kitekintsünk egy kicsit a matematika keretei közül, és megnézzük, hogy hol is alkalmazzuk, hol is találkozunk geometriával a környezetünkben, a kultúránkban, a tudományokban, és ezt kutattuk, illetve hát a csoportok ezzel foglalkoztak a projekt keretén belül. A projektünk időtartama körülbelül olyan 3 hét volt, tehát durván 10 óra időkeretet vett igénybe. A mi csoportunk feladata az volt, hogy bemutassa a háromszögek felhasználását a matematikán túl, és ugye a közlekedés témát kaptuk. Nézzük először a vasutat. A vasútban sokfelé találkozhatunk háromszögekkel, például vasúti kereszteződésekben, áramszedőknél, gyorsvonatok formai kialakításánál, valamint régi gőzösök világításánál, és erre láttunk példákat. A csoportok fő feladata az volt, hogy készítsenek egy wiki oldalt, illetve ehhez kapcsolódóan prezentáció keretében mutassák be az osztálynak a kutatási területüket. A wiki oldalt 5 csoport készítette, és a csoportok témái a következők voltak. Az egyik csoport az építészetről, a másik a közlekedésről, volt, aki a háztartásról, volt, aki a fizikában megjelenő háromszög alkalmazásokról, és egy csoport a térképészetben, földrajzban megjelenő geometriáról készített wiki oldalt, illetve prezentációt. Ugye ez egy szabályos háromszög, és látható benne egy felfestett körforgalomjel. Ez a körforgalomjel a háromszög beírható körnél kisebb sugarú kör. Beírható körnek a sugara egyszerűen kiszámítható, hogyha felírjuk a területképletet kétféleképpen, R-szeres alakban és a Heron képlettel, ebben megkapjuk az R-t a beírható körnél kisebb sugarú körnek a sugarát. Következőkben én a repülőkről beszélnék nektek. Ugye a közlekedésben a repülőknek nagy szerepe van, és azt kell tudni róluk, hogy a repülőgépeknek a szárnya, hát felülről nézve jó közelítéssel háromszög alakú csak. A repülőkről még azt kell tudni, hogy a készítésénél a légellenállás és a megfelelő aerodinamikai felhajtóerőt vették figyelembe a tervezők. Feladat volt az is, hogy egy matematikai feladatot kellett készíteni. Norbert, ismertest, hogy mi a feladat, és mindenki töltse be. Két motoros azonos helyről indulnak, egyikük 50 km per óra átlag sebességgel észak felé indult, majd 2 óra múlva nyugati irányba fordult, és 80 km per óra átlag sebességgel folytatta útját. A másik motoros kelet felé indult 89 km per órás átlag sebességgel, majd 1 óra múlva dél felé fordult, ahol 40 km per órás átlag sebességet vett föl. Milyen távol lesz egymástól a két motoros 4 óra múlva? Egy GeoGebrát főztek hozzá a csoporttagok. Tulajdonképpen egy koordináta rendszert, amiben a rácsozás is be van állítva. Valószínű, hogy azért, mert megkönnyíti a feladat megoldását, ha ábrázoljuk a két motoros mozgását. A GeoGebra az egy interaktív, dinamikus geometriai szerkesztőprogram. Nagyon sok lehetősége van. Szerkeszthetünk, egészen egyszerű módon ábrázolhatunk különböző geometriai problémákat. Geometriában nagyon jó lehetőséget ad, elsősorban a feladatoknak a diszkusziójára. Vagyis meg lehet vizsgálni azt, hogy egy adott problémának, adott matematikai feladatnak milyen esetben van megoldása, hány megoldása van, és elemezni lehet, ki lehet elemezni a megoldhatóság feltételét. Na, hogyan lehetne meghatározni ezt a távolságot? Így, hogy ábrázoltuk, azért bízom benne, hogy mindenki rájön. Aha, rajzolt be a befogókat, és utána számolhatunk, és szerintem ez jó lesz.
No, hát egy egyszerű pitagorasz tétel. Úgy van. Úgy van, nagyon jó. És már csak gyököt kell vonni. Mennyi volt az egyik befogó? Levente? Az egyik befogó az 220, a másik 240. 240. Így van, és akkor egyszerű pitagorasz tétellel meg lehetett határozni. No, próbáljuk meg ábrázolni. Mit jelent az, hogy a motoros átlag sebessége 50 km/h? Milyen mozgásnak vehető itt akkor a két részben föltüntetett mozgás? Egyenes, vonalú, egyenletes mozgásnak. A projekt során az EduPortált használtuk keretként. Ezt azért mondom, hogy keretként, mert szinte mindent ebben foglaltunk össze. Ezen a portálon keresztül írtak a gyerekek, meg én is persze, blogot, fórumot, ide tettem föl a foglalkozásokat, ide be tudtam szúrni olyan GeoGebra alapkis feladatokat, amit az órákon használtunk. Tehát azért egy mai gyereknek úgy benne van az életében az internet, a gép, az elektronikus dolgok, és így az, hogy ez az egész edus oldal, ez ugyan érdekes, hogy ott vannak a feladatok, és így a füzetet is hát nem nagyon használjuk. Itt kapjuk meg a házi feladatot, végig egész órán itt dolgozunk. Beszéltünk arról, hogy weblapot is készítünk majd a projektünkhöz. A weblapot informatika órán fogjátok elkészíteni, erre lesz lehetőség, viszont tervezzük meg ezt a weblapot, akkor itt programot töltsük be. És a kérésem az lenne, hogy mindenki rajzolja be, hogy milyen weblapot fog készíteni az adott témához. Na, akkor a következő informatika órán, a tanár úr óráján be lehet ezt tölteni, mindenki be tud lépni, és eszerint majd a weboldalt is elkészítjük. A weblapot lehet színesíteni szófelhővel, ha van kedvetek hozzá. Főként pozitív visszajelzések érkeztek, tetszett nekik az újszerűség, tetszett az, hogy nem szokványos módon kell most a matematikával foglalkozni, hanem számítógépet is használunk, azon belül a matematikában is tetszik nekik az, hogy GeoGebrát használunk. Úgy tanuljuk meg a feladat alkalmazását, mert lényegében megszeretjük a tárgyat, és nem unni fogjuk, hanem élvezni az órát.